Köszöntöm nézőinket, önök a Hírháttér című műsort látják itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Európai Uniós forrásokból, egész pontosan a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében bővül több mint 100 négyzetméterrel a Hansági Múzeum. Ez pedig azt jelenti praktikusan, hogy befették az udvart, régóta vártak erre. Ez már egy korábbi pályázatnak a megvalósulása. Igazgatóra sok szeretettel köszöntöm Székely Zoltánt, a Hansági Múzeum vezetőjét. Mit jelent ez a Hansági Múzeum életében? Mert ez több annál, mint hogy egy kevésbé, vagy egyáltalán nem, ki nem használt területet lefettek. Valóban az udvar lefedése tulajdonképp a múzeum 132 éves történetében a harmadik legjelentősebb beruházás. Az első az 1900-as évek legelején a Moson vármegyei múzeum épületének az emelése volt, a következő a 70-es, 80-as években a Csellei ház átalakítása, és most az egykori Moson vármegyei múzeum udvarának a lefedése, amellyel több mint 100 négyzetméteres multifunkcionális térrel gazdagodik az intézmény. Ez azt is jelenti, hogy új lehetőségek nyílnak meg a múzeum számára, mind a kiállítások, mind a rendezvények tekintetében. Ugye nagyon sokat halljuk ezt a multifunkcionalitást, rengeteg témával kapcsolatban, hogy próbál minden, így a múzeum is nyitni, nem csak a klasszikus, és akkor egy picit ugye belemegyünk a múzeum feladataiba, ugye nem csak az, hogy kiállításokat rendez, befogad vagy a saját anyagát, hanem ez, amely többször elhangzott itt is, hogy a kutatás, feldolgozás, ez is, de hogyha most konkrétan így nézzük, mit jelent ez a multifunkcionalitás itt most a múzeum esetében? Mivel egy viszonylag nagy alapterületű térről van szó, ezt sokfajta féle módon tudjuk kihasználni. A legkézenfekvőbb mód, hogy az időszaki kiállítóteret növeljük ezzel, hisz a korábbi időszakban csupán az előcsarnok, illetve a hozzá kapcsolódó kisebb szárnyak voltak alkalmasak arra, hogy időszaki kiállítást befogadjanak, viszont most ezzel az udvar lefedéssel egy jelentősebb nagyságú tér áll rendelkezésünkre, amely már nagyobb szabású kiállítások megrendezését, befogadását is lehetővé teszi. Másrésztről az udvar lefedésével nem csupán egy teret nyertünk, hanem a pályázatban különböző eszközök beszerzése is szerepelt, így például különféle informatikai eszközöknek, motoros vászonnak, digitális táblának a beszerzése, illetve nagyméretű asztalokat, székeket is be tudtunk szerezni, amelyeket egyrészt foglalkozások során hasznosíthatunk, ez ugye rendkívül fontos a múzeum pedagógia szempontjából, másrészt konferenciákat is tudunk rendezni, illetve egyéb rendezvényekre is lehetőséget biztosít ez a tér, tehát kisebb koncertek, előadói estek, vagy bármi egyéb olyan jellegű eseménynek is keretet adhat ez a terem, amely színesíti és gazdagítja a múzeum kínálatát. Aki látja az országos sajtó híradásait, gyakran szembesül azzal, és meg örülhet, hogy például a Szépművészeti Múzeum csarnokában rendeznek nem éppen múzeumi eseményeket, de már itt is volt példa a Csellei ház reprezentatív termében, hogy például sajtótájékoztatót, sajtóeseményeket tartottak. Ugye ez is egy kicsit ugye a múzeumnak a patináját, a belső terének a lehetőségeit is sikerül most már akkor még jobban kihasználni, mint eddig. Igen, a múzeumok ugyanis egy olyan valóban patinás keretet tudnak nyújtani különböző események számára, amelyet más helyek, más intézmények nem tudnak. Eddig csupán a Csellei ház díszterme volt az, amelyet esküvői fotózástól sajtótájékoztatóig bezárólag lehetett használni. Most az egykori Moson vármegyei múzeum épülete is belép ebbe a sorba, hisz a terem, amelyet most lefettünk, valóban alkalmas lesz
hasonló rendezvények befogadására is, akár különböző bankoknak vagy vállalatoknak a VIP-es rendezvényei ugyanúgy helyet kaphatnak itt, mint különböző többé-kevésbé azért színvonalas bemutatók, mondjuk a legkézenfekvőbb esetleg egy borbemutató vagy valami ehhez hasonló. Tehát ezeket a tereket igyekszünk úgy kihasználni, hogy az némi hasznot is hajtson a múzeum számára. De akkor térjünk vissza az inkább klasszikus múzeumi, bár ugye most már ez is klasszikussá válik ez a múzeumi befogadás. Ha szó volt a múzeum pedagógiáról, viszont akik a Mosonmagyaróvári Városi Televíziót nézik, láthatják, hogy a múzeum pedagógia nem csak a kicsiknek szól, vagy az iskolásoknak, hanem például szépkorúaknak is szerveznek foglalkozásokat. Tehát a múzeum pedagógia és egy nyitáson ment keresztül az elmúlt években, évtizedekben, és ha hozzáveszünk, hogy a Hansági Múzeum is gyakran szervez gyereknapot, vagy olyan rendezvényeket, ahol nem csak kiállítás van, hanem tematikus nap, akkor ugye akár a szülők is tudnak egy kicsit babrálni, közelebb kerülni a kultúrához. Természetesen, hisz a múzeum pedagógia tulajdonképpen a közművelődési, közönségkapcsolati tevékenységünknek egy része, amely valamilyen módon az oktatáshoz kapcsolódik, de a közművelődési tevékenységnek egy másik szeletét a szabadidős programok jelentik, tehát valóban nem csupán az iskolás korúakat, az iskolásokat és az iskolákat várjuk az intézménybe, hanem igyekszünk minél szélesebb rétegek számára programot nyújtani a szülőknek, az idősebbeknek, szépkorúaknak, nyugdíjasoknak, és ez a terem ebből a szempontból is új lehetőségeket nyit, hisz nagyobb tér, kulturáltabb környezet áll rendelkezésre ezekhez a foglalkozásokhoz és programokhoz. Itt rengeteg olyan eszközbeszerzésre is sor került, amelyek a 21. század múzeum pedagógiájához kapcsolódnak, és már amikor elkezdődött ez az épület lefedése, és volt egy nyitó sajtótájékoztató, akkor is elhangzott, hogy a mai fiatalokat, a mai iskolásokat nehezebb, de nem reménytelen a múzeum irányába elvezetni, felmutatni nekik a lehetőségeket, hiszen az már nagyon rég a múlté, hogy a múzeumba bemegyünk és körbenézünk, és akkor a vitrinek mögött hátra tett kézzel rácsodálkozunk arra, hogy elődeink 100, 200, 1000, 2000 évvel ezelőtt miket alkottak, és erre is ugye jó lehetőséget adnak ezek a mindenféle digitális kütyük. Igen. A digitális eszközök alkalmazása a múzeumokban egy olyan kérdés, amely még nem igazán forrott ki, és számtalan lehetőség áll előttünk. A jelen fejlesztésben egyrészt a konkrét múzeumpedagógiai feladatokhoz kapcsolódva került elhelyezésre a teremben egy digitális tábla. Ez ma már többé-kevésbé megszokottnak tekinthető az iskolákban is, és ugyan az idősebb generáció számára ez még mindig a kütyű kategória, de gyakorlatilag az ifjabbak számára ez már egy természetes velejárója az oktatásnak. És azzal, hogy a foglalkoztató teremben egy ilyen eszközt helyeztünk el, lehetőség nyílik arra, hogy azoknak a tárgyaknak, amelyeket bemutatunk, múzeumi tárgyaknak, amelyeket bemutatunk, egy szélesebb összefüggés rendszerét tudjuk bemutatni, megmutassuk azokat a helyszíneket, azokat a tárgyakat, vagy éppen rekonstrukciókat, amelyek ezekhez kapcsolódnak, és így szemléletesebbé válhat ezeknek a múzeumi műtárgyaknak a megismerése és a befogadása. Másrészt a fejlesztés keretében egy úgynevezett IKT pont is felállításra kerül. Ez egy érintőképernyős konzolt jelent, amely ilyen egyrészt elérhető az internet, és így a múzeum honlapja is, másrészt pedig ez lehetőséget nyújt arra, hogy különböző digitális tartalmak kerüljenek fel erre az eszközre, amelyek egyrészt magát a múzeumot mutatják be, illetve
a kiállításon szereplő tárgyakat, magát a kiállítás koncepcióját világítják meg, illetve teszik még inkább befogadhatóvá. Hisz a kiállítás ugye valóban vitrinekből áll, a vitrinben lévő tárgyakkal, és a kísérő szövegek viszonylag szűkre szabottak, és azoknak, akik érdeklődőbbek, illetve szeretnének jobban elmélyedni ezekben a tárgyakban, vagy éppen szeretnének az összefüggésekről képet kapni, számukra ez az IKT pont nyújt lehetőséget az informálódásra. Menjünk át a másik épületbe, a Csellei házba, ahol a Gyurkovics képtár, a Gyurkovics család gyűjteménye kap otthont. Ez a gyűjtemény vendégszereplésre indult Tatabányára. Milyen volt a fogadtatása? Hogy vélekedtek a tatabányaiak, vagy a szakemberek? Ugye igazgatóról ott volt a megnyitón. A tatabányai kirándulása a Gyurkovics gyűjteménynek egy kísérlet, amely azt a célt szolgálja, hogy szélesebb körben is ismerté váljon a Gyurkovics gyűjtemény, amely a múzeumunk egyik büszkesége, és amely olyan kiváló alkotásokat vonultat fel, amelyek a vidéki múzeumokban nem igazán találhatók meg. Ennek ellenére sajnos a Gyurkovics gyűjtemény nemhogy a széles nagy közönség számára országos szinten nem ismert, de bizony még a szakmabeliek, a művészettörténészek is gyakran rácsodálkoznak erre a gyűjteményre. Úgyhogy ezen a helyzeten kívánunk változtatni azzal, hogy az anyagból összeállított kollekcióval vándorkiállítást szerveztünk. Az első ilyen alkalom a Tatabányai Múzeum, amely szintén városi múzeum, miként a Hansági is, és amely a tatabányai önkormányzat kezelésében egyik fontos feladatának kapta azt, hogy csatlakozon a város rendezvényeihez. És az a szerencse ért minket, hogy a Gyurkovics gyűjteményből rendezett kiállítás az idei fő attrakciója a múzeumnak. És az eddigi információk szerint ez az attrakció be is vált, hisz több ezeren tekintették már meg az elmúlt időszakban a kiállítást, és például a katalógust, amit elvittünk, az is már elfogyott, és a kolléginák már pótolni szeretnék ezt. Tehát egy nagyon pozitív fogadtatása van a gyűjteménynek, hisz a tatabányai és környéki múzeumlátogatók olyan mesterek műveit láthatják, akikkel azért ritkán találkozhatnak, vagy akiket csak a Nemzeti Galéria kiállításán tekinthetnek meg. Itt pedig kapnak belőlük egy merítést viszonylag szűk körben, de széles merítésben. Ugye ez egy jó 3 évtizedes adósság kezd, úgy látszik, akkor letörtődni, hogy megismertetni ezt a múzeumot, hiszen nem véletlenül került ide, nem véletlenül került egybe ez a széleskörű kollekció, ugye a gyűjtőknek is ez volt azért részben, ez volt a kívánság, hogy maradjon egybe, és igen, ezt a közönség látogathassa. Ugyanakkor a felszabadult helyen kiállítási lehetőségek voltak, illetve a mai pénz szűke világban azért ez lehetőséget is adhat, ahogy a testületi ülésen lévő beszámolón elhangzott, hiszen cserebere jó értelemben, tehát most ezt a múzeum felajánlotta, de nem teljes mértékben, mint egy gondolnánk, hogy x millió forintot kifizetve, akkor most elvihetitek, hanem nem a képeket elcserélve, hanem magát a kiállítás lehetőségét lehet úgymond cserélni, ugye? Igen. Emlékszem. Tehát a múzeumok igazán akkor tudnak látogatót bevonzani a kiállításaikra, ha ezek a kiállítások újszerűek. Egy állandó kiállítás az évtizedre, 10-15 évre készül, tehát nyilvánvaló, hogy ez újdonságot nem tud jelenteni. Ezt a feladatot az időszaki kiállítások töltik be, viszont a múzeumoknak a gyűjteményei korlátozottak. Tehát ahhoz, hogy újra és újra különös vagy érdekes dolgokat tudjanak bemutatni, ahhoz más intézményektől is kell akár anyagot, akár komplett kiállítást kölcsönözni. És kialakult az a gyakorlat, hogy kölcsön is kérünk egymástól
kiállításokat, de természetesen elméletileg ezért kölcsönzési díjat is fel lehetne számolni. Mivel az intézmények valóban szűkös anyagi lehetőségek között működnek, ezért az az általánosan elfogadott gyakorlat, hogy nem kérünk egymástól kölcsönzési díjat, hanem ha úgy adódik, akkor mindenki, minden intézmény bérmentve bocsátja a rendelkezésre a saját gyűjteményét a másik intézmény számára. Ez jelesül például most azt jelenti, hogy a Gyurkovics gyűjtemény egyik felszabadult szintjén hamarosan egy Kenstock Károly műveiből válogató kiállítás fog megnyílni, amely három másik intézménynek, a Sümegi, a Győri és a Tatai Múzeumnak az anyagából áll össze, és nyújt a 20. század első felének egyik meghatározó festőegyéniségének a művészetébe némi bepillantást. Igazgató úr, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, kedves nézőinknek pedig a figyelmet, ez volt a Hírháttér itt a Moson Magyaróvári Városi Televízióban. Viszontlátásra!